Köszöntöm kedves nézőinket, folytatjuk a Birkafőző Fesztivállal kapcsolatos interjú sorozatunkat. Mai vendégünk Nagy György Jenő, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének elnöke, akit ezúton is először itt szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözlöm, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Most már tényleg csak néhányat kell aludnunk, és ismét Birkafőző Fesztivál. Egyesületi szinten hogy készülnek erre a fesztiválra? Milyen feladataik voltak eddig, vagy miről gondolkodtak? Hát a Birkafőző Egyesületnek ugye nevéből is adódik a legnagyobb rendezvény, ez a Karcagi Fesztivál, ahol a 45 tagunkból gyakorlatilag egy-két kivétel, akinek más feladata van ezen a rendezvényen, mindenki főz, tehát mondhatni mindenki már készül, válassza ki a birkát, keresi a legjobbat, mit főzzön, szedi össze a felszerelését, ruházatát. Úgy gondolom, hogy ugyan még van két hét addig, de gondolkodni kell előre a birkát, és olyan sok birkát fogunk vágni, hogy igyekezni kell ennek a kiválasztásával is például. Mennyi birkát vágnak? Azt mondta, hogy 45 tag van, ugye egy pár kivételével más feladatok vannak. Mondjuk egy fő hány birkát főz az egyesületben, hogy tervezik? Igyekezzünk a közönség igényeit is mindig kiszolgálni. Mindig probléma, hogy kevés a birka, nem jut vendégeknek, ezért úgy határoztunk, hogy aki tud, aki megteheti, főz kettőt, akár hármat is, hogyha megengedi magának, hogy próbáljunk mindenkinek eleget tenni, jusson a délutáni érkezőknek is. Ugye azt tudjuk, hogy már például Szepesi Tibor, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy már elfogytak, elkeltek a helyek, most ugye próbálnak újabb helyeket létesíteni, kialakítani. Önök ezt hogy oldják meg így? Az egyesület így valahogy egy bolyban főz, tehát így közel egy területen, vagy azért úgy szétszóródnak a fesztivál területén? Szerettünk volna egy bolyba főzni, de 45 ember hozzátartozókkal, segítőkkel együtt, ez nem 45, hanem ez gyakorlatilag 100 fölött is van, ezt igazából nem lehetett megoldani, de szerencsére több év alatt úgy kialakultak a helyek, hogy gyakorlatilag egy sarkon a Kálmán utca és a József Attila utca sarkán található végig a Birkafőző Egyesület, és most oda ki is fog kerülni, ki is lesz téve az egyesületnek az új pavilonja, külön színekbe ki is állunk, ott is főzünk majd birkát, kóstoltatunk is a vendégek felé. Látom, hogy például most is már egy ilyen új pólójuk van, tehát ahol egyesületi embléma van, tehát így próbálnak mondjuk egy ilyen fesztiválra kivonulni egységesen, van egy ilyen látványterv, ami alapján így megjelennek, vagy hogyan készülnek? Igen, nagyon szerettük volna, hogy egységes öltözetet biztosítsunk az egyesület tagjainak. Hagyományos ruházatra persze nem minden elég drága beszerezni, nem mindenkinek sikerült, egyre több embernek. Pályáztunk tavaly évben, a Hungarikum pályázatot nyújtottunk be Hungarikumoknak a Vidékfejlesztési Minisztérium felé, ahol is nyert az egyesület 2,5 millió forintot. Ezt mind az egyesületnek az egységes megjelenésére használtuk fel, például a pólók elkészítésével. Ugyanígy megcsináltattunk belőle egy közösségi pavilont, egy nagyon szép szétszedhető fapavilont, amit tudunk vinni főzésekre. Abba is bemutatjuk a karcagi hagyományos kunhímzést például, olyanokat is kiteszünk. Kovács László karcagról elszámolott fazekas mesterünk készített nekünk egy gyönyörű szép étkészletet, amivel bemutatjuk a ünnepi terítéket, úgymond. Tehát próbálunk egységesre hozni, több-kevesebb sikerrel, igen. Hogyan látja akkor ez az egységes megjelenés? Ez fontos? Fontos, igénylik is az emberek, és látják is, hogy itt például ezen a főzőhelyen Birkafőző Egyesület tagja főz, keresik egyébként őket, nyilván többfele járunk, több ember ismeri őket vidéken is, várul, és így könnyebben meg is tudják találni. Én nem csak a pólóba beöltözök, úgy, ahogy kell csizmonadrág csizma, tehát ahogy felszoktunk palasztinkbe. Nem kényelmetlen abba főzni? Minden, azt mondják, hogy a birka elbírja a gyapját, tehát mindenféle meleg körülmény között is el kell ezt viselni. Szép egyébként a kiállása így az embernek.
Ugye beszéltünk arról, hogy már elkezdték a birkákat kiválasztani. Mennyire tartják önök meg azt a tradíciót? Ugye volt már eddigi pályafutásom során is nagyon sok riportalanyom ezzel kapcsolatban, elmondták, hogy ez a birka, van, aki erre a birkára esküszik, van, aki arra. Önök honnan szerzik be? Vagy direkt már az előző évből nevelgetik a következő évre a birkát? Vagy mindenkinek van otthon birkája az egyesületből? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Nagyon nehéz. Vannak egyébként, rengeteg tagunk van, akinek van otthon birkája, saját nevelésű birkája is van. Juhászok is vannak köztünk, ugye, akinek tényleg több birkája van, őtőlük szoktunk esetleg még beszerezni. Vannak ismeretségünk a városba, helyi állattartók, ugyanakik nem egyesületi tagok, de régóta foglalkoznak a jutartással, illetve ennek az értékesítésével. Igyekszünk onnan a legjobb birkát kiválasztani, és akkor akinek van persze, az már lehet dédelgeti már több éve, nyilván, és akkor azt fogja majd levágni most, hogy sajátját, és mindig az a legjobb. Egy birkából hány adag pörköltet lehet főzni? Ez attól függ, hogy mekkora a jószág egyébként, de ha úgy szoktok mondani, hogy ha lakodalomba megyünk, vagy névestére, akkor 50-60 ember is jól lakhat egy egész birkából. Egyébként, hogyha ilyen adagolás van, tehát kóstoltatást szoktunk végezni, mikor járunk vidékre, akkor 100-110 adagot és 150-et is ki szoktunk adni. Minél többen meg tudják kóstolni, nem lehet, hogy nem lakik éppen azzal jól, de mindenki szívére veszi és meg tudja ízlelni ezt az étket. Van-e valami egyezmény vagy egyesség az idei fesztiválra vonatkozóan, hogy ugye mindig így a fesztivál előtt fölmerül egy olyan kérdés az emberekben, hogy na, most az idén akkor mennyibe fog kerülni a birka pörkölt? Most hogyan látja, vagy beszéltek-e már erről? Mert gondolom, hogy akkor valamilyen szinten próbálják ilyen egységes ára hozni. Igyekeztünk egységes ára hozni, még nem került megegyezés a... Ez is csak ilyen hallgatólagos, természetesen nem mondhatjuk meg senkinek se, hogy mennyire adja a birkát. Tavaly is 1200-1500 forint között adták. Mi ezt tartjuk reálisnak a mai húsárak mellett, hogy gyakorlatilag ne legyen veszteséges ez a... Nincs rajta túl sok haszna az embernek, de legalább ne legyen veszteséges. De most akkor ez csak egy adag pörkölt, vagy esetleg már uborkát, kenyeret adnak hozzá? Hogy kell ezt elképzelni? Ez főzőtől függ. Én például vendégül szoktam látni mindig az ismerőséget, mindig vannak találkozókon, akiknek esetleg nem jut a kóstolóból, olyankor meghívom őket ide Karcagra a Birkafőző Fesztiválra, és akkor direkt azért főzök, hogy ilyenkor ők is meg tudják ezt kóstolni. Persze ilyenkor megvendégelem őket, leültetem, jófajta pálinka, utána egy kis bor, kenyér, uborka, tehát ahogy kell. Ugye az előbb már beszélt nekünk erről a nyertes pályázatról, ezt nagyon sokan, olyan sok fórumon említették. Ez mit jelentett önöknek ennek a pályázatnak a megnyerése? Ez nagyon sok segítség volt? Ez nagyon nagy segítség volt, hiszen 2,5 millió forint amúgy is nagy pénz, ahhoz képest, hogy az egyesület évi költségvetése körülbelül olyan 200-250 ezer forint. Kapunk még támogatásokat, támogatóink is vannak, akiktől kapunk támogatásokat, de ez az összeg, ez nagyon nagy volt. Hát csak annyit tudok mondani, hogy körülbelül 700 ezer forintba kerül nekünk 8 rendezvényen a birka, amiben megfőzve, kiadva, kiosztva. Tehát ezek egy nagyon nagy pénzek, ezt önerőből nem tudjuk ezt megvalósítani, a tagjainkat se akarjuk ezt rávenni, hogy a saját zsebükbe nagyon sokat segítenek, így is saját zsebből is mindenki. Akkor ugyanígy az egyesület megjelenésében, hogy mi hosszú távra építkeztünk, ugye ez a pavilon is több évre, akár évtizedekre is, mivel fából készült, használható. Bármikor szétszedhetjük, visszük magunkkal. Kértünk hagyományos kecskelábú asztalt, lócákkal, amit szintén az szolgálja, hogy akár valaki le tud ülni mellé, meg tudja kóstolni kultúrát körülmények között a birkát. Ezt is később is tudjuk használni. Csináltunk szórólapokat, ugye, amivel egy picit népszerűsíteni szeretnénk. Még a receptünket is leírtuk, hogy készül ez a birka. Természetesen elmondjuk mindig, hogy lehet vele próbálkozni, de ha elsőnek csinálja, kérjen meg egy karcagi embert, és állítsa magam el, és akkor meg fogja segíteni. Tehát hosszú távra terveztünk ezzel a pályázattal. Még egy egyesületi kiadványt is szeretnénk belőle elkészítetni, amivel bemutatnánk úgymond a főzőket, mindenkit személyesen, illetve a karcagi fesztivált, a karcagot egy kicsit népszerűsítve. Ez még majd jelenleg készül.
Ön, mint ugye a Birkafőző Egyesület elnöke, hogyan árulja már el nekünk, hogy hogyan készülnek például önök arra a bizonyos napra, ugye most 28-án lesz a fesztivál. Tehát aki mondjuk még nem rutinos, ugye említette ön is, hogy vannak első próbálkozók, első fecskék, hogy ne fulladjon ez kudarcba, ne legyen sikertelenség. Mikor kell elkezdeni a készülődést, mikor kell levágni a birkát, hogy kell levágni, hagymát mikor darabolják, mit honnan szerezzenek be, egy ilyen pici ötletbőrzét tartsunk most. Hát lehet, hogy ezt így nem lehet elmondani, ugyanis ahány ház, annyi szokás. Vagy ez annyira rutin, hogy már így nem is gondolkozik az nekünk, ember? Nekünk ez gondolom rutin dolog, előtte két nappal mondjuk levágjuk a birkát egyik este, kitesszük a testet úgymond hűlni, és akkor reggel elkezdjük azt feldarabolni. Az egy pár óra hosszát így is igénybe vesz. De ez utána egy több emberes meló. Van, aki egyedül csinálja, én szóval jobb szeretem társággal csinálni, ugyanis jobban halad az idő, mindenkinek megvan a feladata, én például a pacalt szoktam pucolni, mert nem mindenki szereti ezt például. A fiúk nagyon jól megcsinálják már a kollégáim a perzselést, aztán a testnél én szerem széjjel ugyanúgy, de már ők szeretik nagyon kockázni. Aztán még egy kis fűrészelés, megvan ennek a menete, hogy hogy kell megcsinálni. Aztán, hogy térjünk vissza a hagymára. Van, hát aki... bocsánat, tehát akkor nem ilyen bárdal kell lesz, mert akkor szilánkos lesz? Vagy így van, mondják? Én ezt nem javaslom, igen. Bár régen biztosan, vagy régen bárdal, kis fejszével, éles fejszével is meg tudták úgy oldani, nem volt az olyan vészesen szilánkos, de egy picit gondolunk már azért a közönségre is, szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat evés közben, nem kellene a fogat fájlalni egy-egy szilánka, ezért most már fűrészelünk kézzel, géppen, ki, mivel, hogy jó legyen ez is. És akkor szombat reggel viszik ki a dolgokat, vagy hogy működik ez? Nem, meg lehet oldani, sőt, nagyon ügyesen megoldottuk az önkormányzattal, a Dirinével közösen, hogy már pénteken déltől ki lehet pakolni, sőt én javaslom is, hogy pakoljanak ki mindenki. Közben a zene fog szólni, a színpadokon rendezvények lesznek, lehet hallgatni, őrzik majd a területet. Tehát nyugodtan fel lehet tenni a sátrat, ki lehet vinni a székeket, asztalokat. Én azt javaslom, hogy másnap reggelre csak a birka, illetve ahhoz hozzá kapcsolódó hús készítmények maradjanak otthon, amit be kelljen vinni, mert nagy forgalom szokott lenni korán reggel. Minél korábban kezdenek, annál hamarabb tudnak kimenni az autókkal is a helyszínre. Mikor kell elkezdeni a birkát felkészíteni ott szombat reggel, azután, hogy megisszák az első indító pálinkákat? Ez hozzátartozik egyébként? Természetesen én mindig megszoktam inni egy indítót, hogy jókedve legyen az embernek, meg hát kell egy kis hangulat is, ugye olyankor össze találkozik az ember a ismerőseivel, barátaival, természetesen megisznak egy-egy feles, nagyon vigyázni kell vele, mert elviheti a szája ízét az embernek egyébként. De én pont 8 óra körül szoktam alágyújtani, és akkor általában délre szinte mindig meg szokott főni. Azt mondta, hogy van, akinek ilyen, van, akinek olyan feladata lesz. Ön például milyen feladatot vállal, vagy az egyesületi tagok mennyire vesznek részt például a Birkafőző Fesztivál szervezésében, lebonyolításában? Zsűriznek például, vagy inkább szerveznek? Nem, különleges helyzetben vagyunk, ugyanis a Birkafőző Egyesület tagjai főzők. Gyakorlatilag ők alkotják a magját a Birkafőző Fesztiválnak, ők is kezdték el valamikor is, még amikor a baráti társaság se volt meg magánemberként, abból lett egy baráti társaság, majd kialakult belőle ez az egyesület. Tehát gyakorlatilag főzni szeretnek, nem a szervezésben benne lenni. Én például, illetve a Kolostyák Gyöszi barátunk, vagy tagunk, ő mindig szervez. Tehát ő amúgy is a másik, a Magyar Nóta és Dal Alapítvánnyal különösen benne van a szervezésben, és a Déri névvel önkormányzattal szoros kapcsolatot ápolunk. Hívnak, hogyha egyeztetnünk kell, amit tudunk, segítünk, tapasztalatokkal, előző fesztiválokra való részvétellel kapcsolatban, miben lehet újítani, miben lehet javítani. Tehát nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki velük, és egymást válvetve támogatjuk, hogy minél színvonalasabb legyen ez a fesztivál. Akkor várják már ezt a fesztivált, hazai pálya, nem? Hazai pálya, nagyon várjuk. A legkritikusabb közönség a karcagi. Hiszen ők tudnak birkát főzni, ettek is már, és itt nagyon ki kell állnia mindenkinek magáé, hogy az tényleg úgy sikerüljön, hogy ne valljon szégyent, ugyanis ezt sűrűbben hallja, mint egy vidéki fellépésnél, természetesen ott is mindig odafigyelünk rá, de ez egy nagyon-nagyon nagy fesztivál, ez ide utóra kell figyelni mindig.
Ugye a karcagi birkapörkölt hungarikum lett, hogyan látja azóta például, több felkérésük van? Ugye a mai internetes világban én is utána néztem, nem tagadom, mert ugye úgy készülünk egy interjúra azért, hogy utána nézünk dolgoknak, hogy számtalan helyen voltak az elmúlt időszakban, és több felkérésük van ezáltal? Rengeteg, egyre több felkérésünk van, nem is tudunk sajnos mindennek eleget tenni, igyekszünk vele, de ez nem mindig sikerül. Például egy hónapja 5 csapatot kellett elindítanunk egy hétvégén, olyan sok rendezvényünk volt, és ez az ország több felébe kellett, hogy elmenjünk. Hódmezővásárhelyen voltunk, a állattenyésztési napokon főztünk 2 birkát, Kiskunhalason voltunk ugyanabban a hétvégén, a Csipke Fesztiválon főztünk birkát, akkor Szennán voltunk, ez Kaposvár mellett, a Skanzenbe, ott is egy birkát főztünk, Nagyrábén volt egy birkafőző verseny, ott is főztünk, és még a határon túlon Csókára is el kellett mennünk, hiszen ott is birkafőző verseny volt, és ott is képviseltettük magunkat. Tehát nagyon nagy feladatot ró ez ránk, hogy ennyire ismertek lettünk innen a Hungarikum, amióta Hungarikumok lettünk, de próbálunk vele lépést tartani, és igyekszünk minél több helyre eljutni. Kritikusak egyébként a vidék, illetve a külföldi fogyasztók, úgymond, ahova eljutnak helyekre, vagy érdeklődnek? Igen, érdekes, hogy úgy állnak hozzá, hogy birka, tehát az nem lehet jó. De mikor ott vannak már a közelbe, akkor azt mondták, és akkor úgy néznek ránk, hogy ez jó, az illata már. Tehát érdekes, hogy máshogy állnak már hozzá, amikor meglátják. Tehát hallós másról tudták, hogy birka, nem igen ízlik nekik, de amikor ott vannak, és megmutatjuk nekik, hogy fő, megmutatjuk nekik, mi van benne, fej, köröm, kicsit hüldeznek néha azért, hogy mik vannak, de utána ott áll a sorba, és igyekszik megkóstolni még az is, aki életébe se elvett. Mire kíváncsiak, inkább az ízére, vagy a receptjére, vagy van-e olyan, hogy hitetlenkednek, hogy hát nem hiszem, hogy ebben semmi különleges nincs, egy kis vegeta, vagy egy kis kapor, vagy babérlevél, ugye láttunk már ilyet is. Igen, hitetlenkednek, de látják, ott főzzük meg előttünk, sokan el sem mozdulnak a kaszorúj mellől, hogy lássák, hogy készül, tényleg úgy készül-e. A fej alig bír megfőni a közepébe, mert állandóan ki kell emelni, meg kell mutatni, hogy tényleg benne van-e ez a perzselt fej, mert hallották, hogy benne van a perzselt fej, és ezt már meg kell mutatni. Tehát azt mondom, hogy ott vannak, elhiszik, látják a látvány, hogy gyönyörű, szép, érzik a kóstolásnál, hogy nagyon finom, érzik az illatokat, ami messze terjednek, természetesen, hogy szeretnek minket mindenhol, úgy gondolom. Most beszéljünk egy picit az Egyesületről, 45 tagjuk van, ha jól tudom, akkor már ők is vannak a tagjaik között. Igen, nagyon örülünk neki, például Piroska néni, Béresné Máki Piroska, aki ugye neki a felmenői és a nagyszülei, dédszülei is juhászok voltak, most is a tejtermékekben is otthon van, a süteményekben is, de ugyanúgy a birkafőzésben, mert hogy legutolsó, nem is a mostani, az ezelőtti taggyűlésünkön például ő főzte a birkát a gyűlés résztvevőinek. Nagyon finomat, és ahogy beszéltük az előbb, saját birkát vágott, saját birkát főzött, nagyon örülünk neki. Akkor van közöttünk néprajzkutató, dr. Bartoli Júlia is például, aki nagyon nagy segítség nekünk a elemek összeállításában, a szövegi részben, a szóróanyagok összeállításában, a kutatómunkát ő végzi. Akkor Hodos Julika, aki nagyon nagy segítség nekünk a járásról. Vannak Csíkosné Judit, aki minden évbe főz, többször díjazott is volt már. Tehát hölgyek is csinálják ezt, kellenek is, nagyon örülünk neki, hogy ott vannak. Van önök között az egyesületen belül rivalizálás? Tehát van olyan, hogy hát ő azért jobbat tud, mint te? Tehát előfordul ilyen, vagy azért egy összetartó csapat? Összetartó csapat vagyunk, de egészséges rivalizálás van közte. Nyilván a legnagyobb kritikusok mi vagyunk, amikor a taggyűlésen valaki főz. Ugye ott ki kell tennie magának, hát 45 tag fogja azt megnézni, hogy ugyan mit főztél, barátom, kóstoljuk már meg, és akkor el szoktuk neki mondani, hogyha nem elég sós, vagy kicsit zsírosabb, de olyankor visszavág az ember, hogy én így szoktam, nekem ezt tetszik, én így szeretem. Tehát van egy kicsi, de ezt megoldjuk mindig. Mikor lesz a következő összejövetelük?
amikor valakinek az úrszín elé kell járulni és letenni a birkapörköltjét az asztalra. Következő összejövetelünket a birkafőző után tartogatjuk, mindig szoktunk egy ilyen értékelő összejövetelt tartani, ahol megvitatjuk, hogy mit csinálunk jól, mit csináltunk esetleg rosszul, mi kellene jövőre változtatni. Mi is köszöntjük a díjazottakat esetleg, mert szerencsére mindig van közöttünk, nyilván hát kik is lennének, ha nem a karcagi birkafőzők, és ez körülbelül július vége, augusztus elején lesz majd a következő gyűlésük. Hát én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sírjanak jó sokat a sok hagymát, hogy minél több pörköltet tudjanak főzni, és minél többen itt az országból meg tudják kóstolni, akik esetleg majd ide látogatnak június 28-án Karcagra a Birkafőző Fesztiválra. Szép időt, jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket!